támogatás, már lehet pályázni az Erzsébet program szociális üdüléseire. Esély az életre, újraélesztési tanfolyam indult a hegyvidéken. Ritkaságok, különleges szikaszarvasok érkeztek a budakeszi vadasparkba. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Már lehet pályázni az Erzsébet program keretében meghirdetett kedvezményes üdülésekre. Elsőként a nyugdíjasok, a fogyatékossággal élők és a nagycsaládosok adhatják be pályázataikat. Erre kizárólag elektronikus formában van lehetőség. Győri Rudolfné tavaly is sikerrel pályázott az Erzsébet programban, egy hetet tölthetett el a Balaton mellett, ezért döntött úgy, hogy idén is jelentkezik a nyugdíjasok számára meghirdetett kedvezményes üdülésekre. Az egész családnak sikerült, mert az élettársam a fogyatékos fiammal, mert van egy 47 éves értelmi fogyatékos fiam, és ők együtt pályáztak, én meg a nyugdíjas pályázatra, mert hát kevés a nyugdíja. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az elmúlt évektől eltérően nem januárban, hanem már most októberben kiírta üdülési támogatásukra szóló pályázatát. Elsőként a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők adhatják be jelentkezéseiket legkésőbb november 25-éig. A nagycsaládosok pedig december 1-e és 30-a között pályázhatnak majd. Erre kizárólag elektronikus formában az erzsébetprogram.hu oldalon keresztül van lehetőség. A hegyvidéken egyre több szépkorú és nagycsaládos él ezzel a lehetőséggel. Az űrlapok kitöltésében és benyújtásában előzetes egyeztetés után segítséget nyújt Jáki Ildikó, Pokorni Zoltán polgármester, szociális ügyekért felelős munkatársa. A pályázáshoz csupán néhány személyes dokumentum szükséges. Mindenféleképpen szükségesek a személyes okmányok természetesen. Ehhez hozzátartozik a tajkártya és hozzátartozik az adókártya. Valamint nyugdíjasoknál fontos a nyugdíjfolyósító igazgatóságnak az igazolása, illetve fogyatékossággal élőknél azok a határozatok, amik alapján ők bármilyen jövedelemhez jutnak fogyatékosként. A kedvezményes üdülésekre idén mintegy 4,5 milliárd forintos támogatási keret áll rendelkezésre. Minimális őrrészt nevezik így, de hozzájárulási díj befizetésével el lehet tölteni 3-4 éjszakát megfelelő szállás helyeken. Mindenki maga tudja megválasztani azt a környezetet, ahol a saját idejéhez igazítva töltheti el az üdülését. Nagyon sokak számára ez a pihenés, ez a párnapos kikapcsolódás önerőből saját finanszírozásban megvalósíthatatlan. Erre egy remek megoldás az Erzsébet program. A pályázatokkal kapcsolatban minden fontos információ megtalálható az erzsébetprogram.hu weboldalon. Eszméletvesztés, a pulzus és a légzés leállása, ezek a tünetei a hirtelen szívhalálnak, amely évente 25 ezer áldozatot követel Magyarországon. Ha sokkal többen ismernék a tüneteket és az újraélesztés szabályait, akkor az emberek többsége megmenthető lenne. Éppen ezért a hegyvidéki önkormányzat nem csak életmentő pontokat hozott létre, de újraélesztési tanfolyamait is folytatja. Már mehet is. És itt most ugye az a különbség, hogy valamiért kimarad a lélegeztetés, hát ezt majd elmondom, hogy ezt hogyan kell értékelni. Egy műanyag bábun gyakorolhatták a mellkas kompresszió technikáját az újraélesztési tanfolyam résztvevői. A hegyvidéki önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat programjának célja, hogy minél több civil ember megismerje a hirtelen szívhalállal járó tüneteket, tudja alkalmazni az újraélesztési technikát, valamint tudja helyesen használni a defibrillátor készüléket. Magyarországon még nem kötelezően oktatandó az iskolában az újraélesztés, ami most viszonylagos rövid idő alatt ki fog derülni a jelenlévők számára minden bizonnyal, hogy manuálisan egy egyszerű dolog. Valójában az a stressz, ami megbénítja az embert, amikor ilyen helyzetbe kerül. És hát ez egy olyan, mondhatni az egészség kultúrának egy ilyen alapvető része kéne, hogy legyen, amivel a többségnek rendelkeznie kell, ami nem jellemző a Magyarországon. És itt mondjuk azt, hogy 2 óra alatt remélhetőleg úgy távoznak majd, akik itt önkéntesen részt vesznek ezen a tanfolyamon, hogy azok az alapdolgokat, amit abban az első pár percben, mert első pár percről van szó, amikor érdemlegesen tudunk valamit segíteni, ezt már, ha esetleg abban a helyzetbe kerülnek, akkor meg tudják majd tenni. Magyarországon évente több mint 25 ezer, naponta körülbelül 70 ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében. Vészhelyzetben minden másodperc számít, ezért is fontos az újraélesztés mielőbbi elkezdése. Vagyis ez a tudás esélyt jelent az életre.
A hegyvidéken egyébként az elmúlt években több életmentő pontot is kialakítottak. Ezeken a helyszíneken defibrillátorokat helyeztek el. Életmentő pontokat építettünk ki a kerületben. Összesen 8 van már, erre nagyon büszkék vagyunk, mert az országban először nálunk volt kültéri újraélesztő pont. Ez a Királyhágott téren található, kamerával védett. Hála Istennek még nem volt használva, de hát pont az a lényege, hogy ezt amikor kell használjuk. Mikor kell használni egy defibrillátort? Hát hirtelen szívmegállás esetén. A következő ingyenes újraélesztési tanfolyamot november 24-én rendezik meg a 12. kerület Böszörményi út 20-as szám alatt található irodaépületben. Több száz hegyvidéki óvodás és iskolás ismerhette meg testközelből a rendőrség működését. A kicsik beülhettek a járőrautókba, és a rendőrök felszereléseit, például a golyóálló mellényt is felpróbálhatták. A 12. kerületi kapitányság rendszeresen szervez hasonló nyílt napokat, és az egyenruhások az iskolákba, óvodákba is ellátogatnak, hogy különböző foglalkozásokat szervezzenek. Izgalmas élményekben lehetett részük azoknak az óvodásoknak és iskolásoknak, akik ellátogattak a 12. kerületi rendőrkapitányság nyílt napjára. A gyerekek az egész épületet bejárhatták, így azt is megtudhatták, milyen eszközöket használnak és hogyan dolgoznak a helyszínelők. Az a mozdulatokkal kell, hogy felvegye a por a kézsír által adott nyomatot, és így kirajzolódnak az embernek a bőrfodor szálai. A gyerekek a rendőrök felszereléseit, például a rohamsisakot vagy a golyóálló mellényt is felpróbálhatták, és a rendőrautókba is beülhettek. A kedvükért még a megkülönböztető jelzéseket is bekapcsolták a járműveken. A nyílt napnak a célja az tulajdonképpen a kapitányság életében betekintést nyerhetnek ezáltal az óvodás csoportok, valamint az iskolás osztályok. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy kisgyermekkorban egy jó emlékkel, jó élménnyel ismerkedjenek meg a rendőrség dolgozóival. Ezáltal én azt gondolom, hogy nagyobb bizalommal is fordulhatnak a később, vagy fordulnak a későbbiek során, hogyha akár baj éri őket, vagy bármilyen segítségre van szükségük. Tehát fontos a gyermekekben azt az érzetet elősegíteni, hogy a rendőrség az tulajdonképpen segíti a lakosságot, és segít, hogyha baj van. A rendőrség nyílt napján több száz gyermeket láttak vendégül a kapitányságon, de a rendőrség munkatársai is rendszeresen szerveznek különböző foglalkozásokat az intézményekben. Részt veszünk az iskola rendőr programban, melynek során rendszeresen látogatjuk a kerületben található általános iskolák és középiskoláknak az osztályfőnöki óráit, ahol szintén bűnmegelőzési tanácsokkal, drogprevenciós tanácsokkal látjuk el a tanulókat, a diákokat, valamint hát nyilván ilyenkor egy ilyen fórum jelleggel természetesen az aktuális problémákat is meg lehet beszélni. Az utóbbi években a rendőri hivatás egyre vonzóbb a fiatalok számára, ami vélhetően a gyermekkorban szerzett hasonló programoknak is köszönhető. Faültetési program indult a fővárosban, Tarlós István főpolgármester bejelentette, összesen 10 000 fát ültetnek el 2019-ig. A program már most megkezdődött, és még ebben az évben 1600 facsemetét helyeznek ki 20 budapesti kerületben. 20 tonna hamisított mézet foglaltak le a Nébih ellenőrei egy nagy kereskedésben. A termékek több mint 30%-ban olyan cukrot tartalmaznak, ami a méhek által gyűjtött mézben csak kismértékben található meg. A rajtaütést több hónapos előkészítés és adatgyűjtés előzte meg, a termékek nem kerültek is kereskedelmi forgalomba. Átfogó nemzeti stratégia készül a lakosság pénzügyi tudatossága és az öngondoskodás erősítése érdekében, jelentette be a pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár. Balogh László egy budapesti konferencián hangsúlyozta, a lakosság mintegy harmada még mindig otthon tartja a pénzét, 44%-a pedig nem ismeri a befektetési formákat. Különleges szikaszarvasok érkeztek a budakeszi vadasparkba. Ilyen állatok egyáltalán nem találhatók meg Magyarországon szabadon. Korábban is csak betelepítéssel érkeztek hazánkba.
Ez a két különleges Dibovszki szikaszarvas nemrég érkezett a Budakeszi Vadasparkba. A fiatal szarvas tehenet és bikát ez idáig a Fehérvár csurgói vadaskertben láthatták a látogatók, ahová 1975-ben kerültek. A rendkívül ritka fajnak számító szarvaspár a hazai vadonban szabadon szinte egyáltalán nem található meg. Az eredetileg Kelet-Ázsiából származó állat hazai betelepítésének sikerességét az is segítette, hogy a szikaszarvas különösen jól bírja a télen járó hideget. Ennek köszönhetően könnyebben képesek alkalmazkodni az európai éghajlathoz és viszonyokhoz. Nagyjából 2 évesek lehetnek így az agancs alapján, és a Vadex vadaskertjéből kaptuk őket bemutatásra. Kezdetben volt némi aggodalom, mivel ugye ők egy vadaskertből származnak, nem szoktak hozzá a sok látogatóhoz, így az első pár héten azért eléggé távol maradtak a látogatóktól, de most arra nagyon szépen megnyugodtak. Egy plusz félelmünk volt, hogy esetleg a mellettük lévő gimszarvas bika esetleg agresszívan lép fel a kis szika bikánkkal. Szemben szerencsére nem történt ilyesmi, a bőgési időszak lassan a végéhez ér, és még semmi atrocitás nem érte a kis bikákat. A vadaspark mindig különös figyelmet szentelt arra, hogy a hozzájuk látogatók interaktív módon is információhoz és élményhez jussanak. Az utóbbi 2 évben olyan fejlesztéseket tettünk, olyan fejlesztésekre törekedtünk, amelyek játékos módon, gyakorlatilag játszva tanítva tanítja meg az embereket ezekre a különbségekre. Így valósult meg a játszóterünk, amely egy tematikus játszótér, és így valósult meg a mostani tanösvényünk. Azt gondolom, hogy ennek eredményeképpen a Budakeszi Vadaspark 2016 évben elnyerte az év ökoturisztikai létesítménye díjat. Igaz, hogy nem az elsők lettünk, hanem csak a harmadikak, de számunkra egy óriási eredmény, és egy nagyon jó visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy igen, jó úton járunk, és hát folytatnunk kell ezt, hiszen van értelme és van eredménye. Látogatóink visszajelzése alapján pedig úgy érezzük, hogy csak így tovább, és csináljuk. A Vadaspark október 29-én Halloween alkalmából vérfagyasztó meglepetésekkel várja az érdeklődőket. Azok a látogatók, akik jelmezben érkeznek, ezen a napon féláron élvezhetik a part nyújtotta kikapcsolódást. A Borzongó elnevezésű programon a gondozók izgalmas és érdekességekkel fűszerezett szakvezetéseket tartanak majd. A hosszú hétvégéhez és az óraátállításhoz igazodik a vasúti forgalom. A Minden Szentek ünnepnapját is magába foglaló hosszú hétvégén, október 30-án és 31-én a munkaszüneti napra, november 1-én a vasárnapra, november 2-án a munkanapra érvényes menetrend szerint járnak a vonatok. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!